Áldás békesség, kedves nézők, röviden imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy, kérünk, Te áldjál meg minket. Ámen. Jelenések könyvéből olvasom Isten szavát, a jelenések könyvének a 11. részéből, a 11. rész első öt versét. Oda jött hozzám az egyik a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és így szólított meg engem. Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna, büntetését, aki a nagy víznél ül, akivel paráználkodnak a föld királyai, a paráznaságának borától megrészegettek a föld lakói. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlát vörös fenevadon, amely tele volt Isten káromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és az asszony pedig bíborba és karlátba volt öltözve, aranyjal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, és a homlokán írva ez a titokzatos név a Nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja. Tegyük fel, hogy valamelyik szomszédod vagy ismerősöd belekerül valamilyen vallási közösségbe, és téged is szeretne bekapcsolni. Vajon hogyan tudod leellenőrizni, hogy nem valamiféle szektába kerülsz be? Ezekről a jelekről, amikre érdemes figyelni, lesz többek között szó a mai szakaszunkban. Azzal kezdődik, hogy egy nagy paráznáról van szó. A paráznaságról, a testi lelki paráznaság jut az eszünkbe, a tíz parancsolatból, a ne tehát ne törjél házasságot, a hütlenség, az esküszegés, valamint a vörös lámpás negyedek, bordélyházak, és mivel a jelenések könyve szimbolikus nyelvezetet használ, ebben a nyelvezetben a paráznaság az Istennel szembeli hütlenségnek a képe. Azt olvassuk erről a nagy paráznáról, hogy vele paráználkodtak a föld A királyai. föld királyait úgy mondanák manapság, hogy államférfiak, politikusok, amikor a hatalom hatalmaskodásá, beteges hatalmaskodásá korcsosult. Ezek a föld nem semlegesek ideológiailag, ilyen nincs is egyébként, hanem azt mondanák, hogy Isten tagadóak, pedig azt sem igaz, hiszen Isten káromlok. Valójában skizofrém tudathasadásos állapot az, mikor olyan valakinek a létezését tagadjuk, akiben nem is hiszünk, vagy azt káromoljuk, akiben nem is hiszünk. Ez a nagy parázna asszony képében jelenik meg, aki a fene vadon ül. Itt megjelenik a Szent Háromságnak, a démonikus hármasság ellenpárja, hogy az atyának a sátán felel meg, a fiúnak a fenevad, a Szent Éleknek pedig a hamis proféta. Sok hármas anti háromság jelent már meg a történelembe, a kommunizmusban ott volt Marx, Lenin, Engels, Magyar Földön, Lenin, Stálin és Rákosi, és ez az ellen hármaság jelenik meg, a nő pedig a fenevadon ül, tehát meg lovagolja úgymond a fenevadot, ami az idők végén különösen nagy jelentőséget nyer, de az ideg folyamán újra és újra megjelenik az antikrisztusi hatalom. Ennek a szimbóluma maga a fenevad. Fenevad tele van káromló nevekkel, ez jele annak, hogy nem is titkolja tulajdonképpen, hanem nyilvánosan Isten ellenes, tehát annyira magabiztos, hogy nem kell ezt titkolnia. Biborba és karlátba van öltözve ez az asszony, ez a hivalkodó hozzáállásnak a képe, a vérnek a képe, véres ellenreformációra gondolhatunk, ugye amikor luteránus és református predikátorokat, diákokat elvittek, a gályarabok tanúságtételéből látjuk, hogy milyen sarnyarú körülmények között, hogyan tombolt a fenevad Magyarországon annak idején. Mi az, amit megértünk ebből a szakaszból, és fontosá válik számunkra összefoglalólag? A hűtlenségnek a szimbóluma tehát a nagy parázna. Politikusok, államférfiak a királyok képében jelennek meg. Láttuk, hogy a gályarabság idején jelent meg Magyarországon nagyon eredetesen konkrétan a fene vannak a dühöngése, meg sokszor máskor is, és valójában az győz, aki hiszi, hogy Jézusé a győzelem, és meghallja az ő hívó hangját, és választott lesz úgy, hogy észreveszi, hogy nem is én választottam Jézust, hanem ő választott engem. Amen. Válaszoljunk rövid imával a megértett igére. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy velünk vagy, megáldasz minket, és győzelemre vezetsz. Amen.